Figyelem, figyelem! Törzsnézőink tudják, hogy van egy Tea nézői klub, akik pedig most hallanak róla először, remélem, hogy most kedvet kapjanak, hogy ők is részt vegyenek azokon a rendezvényeken, amit időről időre megtartunk, általában műsorunk témájához kapcsolódik, és vagy az itt megismert vendégekkel lehet találkozni, vagy adott témákat járunk körbe. Most azt mutatjuk meg önöknek, hogy a Tea Nézői Klub hogyan érezte magát a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, ahol szívesen láttak minket, s mindjárt három kiállítást mutattak meg nekünk, úgyhogy sok mindent megtudhatnak most az ehetővirágokról, az ibusz történetéről, valamint a sör készítésről és annak történetéről, na meg persze arról, hogy milyen jól is éreztük mi magunkat. Köszöntöm a Tea Glóriával Klub kedves vendégeit itt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Az állandó kiállításainkat már látták, de most ez alkalommal időszakos kiállításokat lehet megtekinteni a sör kultúrtörténetéről, Kulik Júlia kolléganőm vezetésével. Aztán meg lehet nézni az ibusz kiállítást. Tavaly volt 115 éves a turizmus zászlós hajója. Nagyon érdekes kiállítás, és különösen azért, mert a régi ibuszosok adták hozzá az anyag zömét tulajdonképpen, és a két kiállítás között az előtérben pedig ehető virágokról lehet kiállítást látni, hogy hogyan lehet elkészíteni a virágokat, amiket meg is lehet enni. Programunk legizgalmasabb része, hogy megtekintjük azt a kiállítást, melynek neve Ez sör. Vajon mennyi titkot rejthet maga a sörgyártás és a hozzá kapcsolódó vendéglátás? Aki a kiállításon végigvezet minket, Kulik Julianna. A kiállításunknak az a címe, hogy Ez sör, a sernevelőtől a sörgyárig. Már maga ez a cím is elárulja, hogy tulajdonképpen miről van szó. A magyarországi sörgyártásnak és a sörfogyasztásnak a kultúráját mutatjuk be ezen a kiállításon keresztül. A sernevelő az egy középkori kifejezés a sörgyártóra, a sörfőzőre, és ezzel a szóval illették a sörfőzőket. És a sörgyártás az pedig ugye már utal a 19. század közepén meginduló ipari sörgyártásra. Tehát azt mutatjuk be, hogy Magyarországon hogyan is alakult a sörfőzés. Ugye minden mellett pedig nyilván kiegészítjük azzal, hogy magát a sörfogyasztás pedig mi jellemezte az országban, hiszen ugye Magyarországon megkérdezünk egy magyar, akkor ugye borívó nemzetként apostrofálja ugye a magyarokat, és hát a kiállításban szeretnénk
szeretnénk ezt egy kicsit árnyalni és elmesélni azt, hogy milyen sok sörfőzdeménk ölt hazánkban folyamatosan az évszázadokon keresztül. Nyilván azért ő azt is elárulva, hogy ezeket pedig ő német, cseh, morva vidékekről érkező sörfőző mesterek működtették. De találhatunk ilyen sörfőzdéket nem csak a nyugati, a dunántúli területeken, hanem az Alföldön ugyanúgy. És ezekből a sörfőzdékből, amik évszázadokon keresztül működtek, ezekből alakultak ki aztán tulajdonképpen az ipari sörgyáraink a 19. század közepén. Ugye ezeket a kisebb üzemeket megvásárolták, általában átalakították, ugye megnagyobbították, korszerűsítették, vagy pedig egy hatalmas nagy új gyárat is létrehoztak. Hordott tárolókat, zsákokat látunk. Mi? Ezek a sörgyártásnak az alapanyagai. Elhelyeztük nyilván az árpát, hiszen az árpából készítik a malátát, ami az egyik legfontosabb alapanyag a sörnek, és a másik pedig a komló. Ezeket meg lehet tapintani, illetve meg is lehet kóstolni. A komlót azt nem ajánlom annyira, mert ugye nagyon keserű, de elemben az árpát és a különböző malátákat meg lehet kóstolni. Ugye a malát az tulajdonképpen csíráztatott árpaszem, amiről aztán eltávolítják a csirákat, megasszalják és aztán pörkölik. És hogy nem ilyen erősen pörkölik, ez tulajdonképpen befolyásolja aztán a sörnek az ízét és a karakterét is. Mint például ez a nagyon fekete, sötétre töltött maláta, ez az úgynevezett festő maláta, ami például most a barna sörnek az ízét és a színét is kölcsönzi. És hogy a maláta miből készül? Hát ez az a nem. Na ez a jó kérdés. Igen, árpából. Ezt nagyon sokan nem szokták tudni, hogy a maláta nem egy gabona, hanem azt készítik, méghozzá maláta gyárba bármilyen megjelöl is. Árpából készül. Nyugodtan meg lehet egyébként ezeket kóstolni, mert be lehet túrni. Ez itt a sima árpa, ez pedig már pörkölt maláta. Ide pedig kétfajta komlót is kiraktunk, de azt inkább nem ajánlom meg. Tehát akkor így jó malátának, hogyha megpörkölt? Nem csak, igen, pörköltel is van. A maláták úgy készítik, hogy az árpát csíráztatják. Ugye ezt is rászoktak kérni a sörnek, igen, hogy kiváló malátából készíti, ugye gondosan kiválogatják az árpákat, az árpaszemeket azt csíráztatják, utána a csirát azt eltávolítják róla, és utána azt a már kicsirázott árpaszemet, ezt pedig megasszalják, és asszalás után pörkölik még, különböző pörkölésre. Ugye itt két fajta, ez az úgynevezett karamell maláta, ez ilyen ennyi pörkölt, és itt van mellette van ez a festő malátának hívják, ha ezt megkóstolják, ez teljesen ugyanaz íze, mint a vaksörnek. Ez a sötét, barna sör, ebből a nagyon erősen pörkölt malátából készítik. Illetve egyszer elmondta nekem egy idősebb úr, aki az egyik sörgyárba dolgozott, hogy ott a komló tároló volt, mind nagyon jókat lehetett találni. Nagyon nyugtató hatás van. Na és egyébként meg nem csak az aromája miatt adják hozzá a sörhöz, ugye azért ez a cefrélé, ez egy ilyen édeskés valami, és ezt ugye ízesítik a komlóval, illetve a komlónak antibakteriális hatása is van, tehát a mindenféle vele felülő szennyeződéseket is ez kiöli. Tehát, hogy ezért konzerválja is a sört a komló, úgyhogy ezért is nagyon hasznos, ha a sörhöz adjuk. Vagy most mondhatjuk, hogy a sör egy természetes gyógyital. Igen, és hát ugye erről nagyon sok orvosi szakmunkát folytak, ugye főleg már a 20. század elején, amikor a sörgyáraink ezt egy kis pénzzel meg is támogatták, akkor aztán az újságírók fontották magukról az olyan cikkeket, amik ugye az egek magasztalták a sörnek a gyógyító hatását. Thank you.
gépből vörös izzásban kiterülő üvegeket fűtőkemencébe rakják. A kész üvegeket a gyártelep raktárából szállítják el a különböző sörgyárakban. Sörfogyasztásunk nagymértékű növekedése újabb bizonyítéka az életszínvonal emelkedésének, országunk fejlődő jólétének. A rekonstrukció során új hatalmas főzőházzal gazdagodott a pécsi Pannonia sörgyár. A korszerű erjesztőpincék kártyaiban már a nyári idény sörei érlelődnek. A sör hűtés után ugyancsak újonnan épített ászokpincék betonhordóiban érlelődik tovább, majd a paszterizáló berendezésen kerül a palackozó üzemekbe. A rekonstrukció befejeztével a Pannonia sörgyár évente 500 000 liter sört készít. Na, azért ott akkor is korsom.